Honfoglalás korabeli előadásokat hallgathatott a megyei és fehérvári általános iskolásoknak az a négy csapata, akik jelentkeztek az immár 10. alkalommal megrendezett hagyományőrző vetélkedőre. Az eseményt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház a Fehérvári Íjász Egyesülettel közösen szervezte meg. Mindegyik alkalommal először egy sóston tett túrával indult a program, és ezek után kézművességgel, kovácsmesterséggel, íjászati bemutatóval a gyerekek megtanulhatták a őseink ételeit megfőzni, tehát kicsit belekóstolhattak abba a régi honfoglaláskori magyarság életébe. Ezúttal szarvasmarha ragú rotyogott a bográcsban, de készítettek már lepényt és kürtös kalácsot is. A szombati nap a téli napforduló és a január 7-i Attila nap jegyében zajlott a művelődési házban, melynek vendége Regős Sziránszky József volt. Ezek a lefele lógó szíjak, amiken nincs semmi, ezekre vannak felakasztva a különböző fegyverek. Az énekmondó őseink népviseletéről mesélt egyebek mellett a gyerekeknek, valamint a téli napforduló tudnivalóit is ismertette. A természet közeli népek, mint ahogy a mi őseink is, a honfoglaló magyarok, tehát mindent a természet köré építettek föl, és tulajdonképpen a természet közeli ünnepek voltak azok az igazi ünnepek, tehát nem a Gergely naptári ünnepek, és ehhez alkalmazkodtak, és úgy, mint ahogy most is elérkezik az idő, nem sokára december 21-dik, ez a téli napforduló ünnepe, ami igazából szerintem egy jelentős ünnep. Hát igazából a lételemek, amik fontosak itt a természetközeli népek ünnepein. Az előadást követően a tanulók bepillantást nyerhettek a bőrművesség és a hangszerkészítés ősi rejtelmeibe is.